Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Újfajta dolgot találtam ki. Kicsit elviszük a csatornát, ilyen ne legyen olyan komoly. Megnézzük a Tisza vízállását. Úgy nézem, áradó, de mindjárt bizonyosságot is nyerünk felőle. Vágják a fákat sajnos szembe. Tegnap a szomszéd srác már mentett egy sast. Azt mondtátok, kellene egy kicsit hosszabb videó. Na hát az víz átláthatóság az fél méter is van. Finom szerelékkel kell horgászni, óvatosan. Sték tiszta, csónak tiszta. Jó van, nem én csináltam, de tiszta. Lényeg az, hogy ami trükk, az, hogy esetleg a széknek, már ezt is mondta valaki, hogy meg gumibakokat tettem, már most leesett kettő. Itt látható a kérészes part, hogy valami értelmeset is mondjak. Itt a stég mellett végig kérészes, az mind kérészjuk. Ott is. És látható, hogyha esetleg itt lenyúlnék, ide, hát találnék kérész. Persze nem szoktam, nem akarok sitre menni. Na mindegy, most megmutatom, hogy lehet legjobban megállapítani, hogy apad vagy árad a víz jelen pillanatban éppen. Kis mérés, hogyha így ráteszem a vízimértéket a vízre, és balra megy a buborék, akkor éppen abban a pillanatban apad. Tehát apadó és tiszta víz azt jelenti, hogy meg kell próbálni a pontyot, keszeget, fehér halat. Hogyha például így áll, most teszek alá egy kicsit. Hogyha így áll, akkor tehát csak azért teszek alá, hogy látszódjon. Így áradó lenne süllő harcsa és a vízszíne sárga. Ezért nem mindegy a zsinór se, hogy milyen zsinór van fönt, sárga vagy zöld. Úgyhogy ennyi a megállapítás. Még egyszer elnézést kérek mindenkitől. Nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, lesz még esetleg ilyen vicces videó. GoPro Stop Recording!